Városukban az atlétika sporták hivatalos formában 1927-ben nyert teret. Az iskola csúcsok nyilvántartása, népszerűsítése, a szövetségi és diákolimpiai országos bajnokságokon elért dobogós helyezések ismertté tették a dombóvári atlétikát. Az előkészítő csoportot Halmainé Horváth Katalin volt atléta vezeti, heti 3 alkalommal tartanak edzést. A Dovasénak ez a hagyományőrző évértékelő ünnepsége, amikor összegyűlünk így a gyerekek, edzők, szülők, és megünnepeljük, ugye lezárjuk az évet, egy kicsit értékeljük az eredményeinket, kapnak díjakat a legügyesebbek, aztán elbúcsúztatjuk az újonc kis sportolóinkat, akik ugye a versenyzőkorúak lesznek, és van egy kis pizzázás és egy közös időtöltés. A heti több alkalommal tartott edzéseknek jelenleg is megvan az eredménye. Ingula Tamás, az egyesület elnöke elmondta, az elmúlt időszakban a sportolók sikeresen szerepeltek az országos bajnokságokon, és a korosztályos válogatott kiváló eredményekkel tért haza. A Dombóvári Vasutas Atlétikai Szabadidő Egyesületnek lesz a 23 évi évzáró rendezvénye, ez hagyományos rendezvényünk, itt értékeljük az előző évet, a munkát, és jutalmazzuk a legjobb sportolóinkat. Egy összefoglalót próbálunk a szülők felé adni, hogy mit végeztünk el az előző évben. Egyesületünkben ugye több csoportot működtetünk, különböző korosztályos versenyeken veszünk részt, mind területi, mind országos versenyeken is. Az idejében is, vagy hát a 23-as évben is elmondhatjuk, hogy van országos bajnokunk, Lakatos Lam Bence személyében, aki magasugrásban lett korosztályos országos bajnok, ami nagy büszkeség számunkra, hiszen így az egyesület a sort nem megszakítva már több éven keresztül országos bajnokot ad, és ezzel is alátámasztjuk a munkánkat. Amúgy a területi versenyeken is nagyon sok atlétánk részt vesz, szinte a legnagyobb létszámmal vagyunk ott ezeken a versenyeken, és mindig dobogós helyen végzünk ott is. Az évértékelő ünnepségen több elismerést is kiosztottak.